A hagyományokhoz híven idén is megrendezték Bonyhádon a Székelybált. A környező településekről is sokan érkeztek barátok, ismerősök, hogy együtt ünnepeljenek. Pap Domonkos, a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke és a Bonyhádi Székelykör tagja körülbelül 30 éve látogatott el először az eseményre. Időről időre megéljük különböző rendezvényeken, megemlékezéseken, fesztiválokon. Ugye vannak olyan rendezvények évről évre, mindig ugyanabban az időben megvan rendezve, ezeken mindig igyekszünk részt venni, sőt segíteni, esetleg valami műsorral fellépni. Tehát a kultúránkat mi így éljük meg. A muzsikát a Delfin zenekar és a Cocktail Band szolgáltatta. A megjelentek közül sokan már visszalátogató vendégnek számítanak, ők minden évben eljönnek a rendezvényre. Lotz Péterné Lengyelből érkezett, szülei Andrásfalván születtek és onnan menekültek Magyarországra. Szerinte fontosak az olyan alkalmak, ahol az emberek megünnepelhetik a székely származásukat. Tavaly is fantasztikus volt. Mindig nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a zenekar, szép a műsor, tehát önmagába véve azt gondolom, hogy csak jól kell érezni magának az embernek. A bálozók közül többen is a székely közösség és az összetartozás fontosságát emelték ki. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon fontos, hogy egy ilyen közösség, aki Bukovinából, meg Bácskából átjött ide, áttelepítették ide a 40-es évekbe, az egy ilyen rendezvényt tud tartani még mindig Magyarországon. Bonyhádnak szerintem ez az egyik legsikeresebb zenés rendezvénye, mert ne felejtsék el, hogy nem esély a király tehet, de székelyé csak az Isten. A bonyhádi báli mulatság este 8 órakor kezdődött, és hajnal 4-kor zárult.